Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Két részből áll a mai esténk. Lesz egy tudatosságfejlesztő bemutató rész, és utána lesz olyan jellegű képzés, ahol mi úgy szoktuk ezt nevezni, hogy ember és életjobbító coach képzés. És itt vannak a második részben a módszerek. Tehát módszerek ahhoz, hogy az ember az életét könnyebben élje. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Jobb irányba kellene haladnia. Jobb irányba kellene haladnia? Sokkal jobb irányba. Sokkal jobb irányba? És azon túlmenően? Egyre kevesebb a szeretet, egyre nagyobb az etikátlanság. Egyre kevesebb a szeretet, egyre nagyobb az etikátlanság? Sok az elnyomás. Aha. És ezt hogyan érzékelitek, ezeket, amit most elmondhatok? Most voltam a média, politika. Tehát rosszabb az életed? Mint régebben? Sokkal. Sokkal? Hát a legtöbb embernek azért rosszabb az élete, mert idősebb lett, nem? Hát most gondolj bele, mit tudom, 30 évvel ezelőtthöz 30 évvel idősebb vagy, nem? Azelőtt, 30 évvel ezelőtthöz képest. Nyilván, mikor mondjuk... Jó, hát ez már történelem, persze. Van, aki még azt se éli meg, nem? Tehát sok ember azért gondolja, hogy rosszabb, mert igazából idősebb lett és nehezebb neki úgy az élete az, amiatt, hogy idősebb. Tehát sokan sírják vissza, nem a fiatalságukat. Így van. Na most, ha valaki fiatal, annak mi baja van? Tehát mi a legfőbb probléma? De hát régen is tudáshiány volt, mégis jobban éltek az emberek. Tehát jobb állapotban éltek az emberek, nem? Szeretet hiány. Hát de a szeretet hiány az kitől függ? Nem mindig az egyéntől. Tehát régen se tanították a szeretetet, most se tanították, mégis mintha jobban működött volna, nem? De igazából hát miért rosszabb, mint régen. Túl sok minden van. Etikátlankodás nagyobb, ezért visszahat az emberiségre. Etikátlankodás nagyobb, mint? Szerintem. Aha. Nem lehet, hogy a telefonok. Hát figyeltem, most ha megnézzük, a bolygón most jelenleg kevesebb háború van, mint valaha. Na most akkor mi a baj? Tehát mi a baj? Nem tudnak az emberek egymással kommunikálni, vagy nem akarnak. Tudatlanodás van, hát inkább, nem? Tudatlanok az ember. Hát de miért? Régen se tanítottak ilyen dolgokat, nem? Hát nekünk se tanítottak annak idején az iskolákban ilyeneket. Mégis a 80-as években másként működött a világ, mint most. Nincs megoldás a problémára. Nincs megoldás? Hát de mi a legfőbb probléma? Félrevezetés. Tehát ki tud téged félrevezetni? De nem úgy értve, hanem bárkit. A média. Gyógyszerre vagy akár. Pénz. Hát mi a különbség a réghez képest? Hát mi a lényeges különbség? Jobbkedvűek voltak az emberek. Tessék? Jobbkedvűek voltak az emberek. De miért nem jókedvűek most? Hát mi a lényeges különbség? Tehát miért változott meg a világ? Mi a lényeges különbség?
Nem hisznek semmi. Nagyobb az információ. De rosszabb a hangulat. De miért? Hát mert a vágyaikat fel kell tenni. Ezzel nem érik el a vágyaikat. De, hát jó, de hát ki keltette föl a vágyaikat, a szomszéd? Vagy kicsoda? Vagy a felesége? Hát vagy a férje? Vagy kicsoda? Többnyire a média. Aha. Na, de akkor milyen szerepe van a médiának? Hát manipuláció. Hát mikor, a médiával mikor foglalkoztak többet az emberek? Most vagy régen? Most. Aha. Az információ sokkal. Hát jó, de hát akkor mi a különbség? A rég, tehát mi a különbség a rég meg a mosthoz képest? Tessék? Mi a lényeges különbség? Mi változtatta meg a világot? Technika. Nem. Nem a technika. Hát a technika lehet, ha nem használom, nem? Hát és kit érdekel a technika, nem használod, nem? Tehát nem a technika változtatott meg, sőt, a technikát jó célra is lehet használni, nem? Hát akkor mi idézte elő a változást? Tőke. Miért a tőkét odahozzák neked? Nem. Vagy elveszik tőled? Nem. Nem. Mi hozta létre a lényeges változást? Mondhatod nyugodtan, nem kell jelentkezni. Én azt gondolom, hogy mindjárt előtt, hogy... De röviden mondjad. Az, hogy a telefon. Hát de nem kötelező a telefont használni. Hát nem, persze, ha valaki akarja, használja, akarja, nem, nem? Tehát a technikát lehet jó célra is használni. Például ott van az autó, mondok példát, a legtöbb ember nem üzleti célra használja az autót, nem? Vagy ott van a telefon, a legtöbb ember üzleti célra használja a telefont? Nem. Mondjuk ott van a média, a legtöbb ember üzleti célra használja a médiát? Nem. Tehát gyakorlatilag mire használják? Semmi hasznosra, nem? Hát mondhatnánk azt, hogy semmi hasznosra. Nem? Tehát olyan dolgokra használják ezeket a technikai eszközöket, amiből semmi hasznuk nincs, nem? Na most ne feltétlenül anyagi hasznot értsetek, de bármilyen más jellegű hasznot. Oké? Tehát mit tudom én, mondjuk az egy haszon, hogy beszélgetnek emberek a semmiről? Mert most tudnak már mobiltelefonon a semmiről beszélgetni. Hát annál jobb volt az, hogyha nem beszéltek egymással mobilon, nem? Mert legalább nem beszéltek a semmiről. Meg ha találkoztak, akkor a lényegről beszéltek, nem a semmiről, nem? Na most gondoljátok végig, mi az, ami megváltoztatta a világot? Tehát igazából, ténylegesen. Nem a technika. A technika az csak egy eszköz. Semmi más. Bármire eszköz. A rádió is csak egy eszköz, a tévé is csak egy eszköz, a mobiltelefon is csak egy eszköz, az autó is csak egy eszköz. Mi változtatta meg a világot? Hm? Olyan egyszerű a válasz. Szeretet hiány. Nem, hát az is. Hát megnézed, miért lett szeretet hiány? Tehát mi az, ami megváltoztatta az embereket? Tehát miért működik most másként az élet, mint régebben? Az anyagiasság miatt. Még az se. Még az se. Hát nagyon egyszerű a válasz. Nem, az is. Minek hatására szigetelődtek el? Nem kommunikálnak. Nem érzik. Rossz hangulatban. De mi csinálta ezt az egészet? Tehát mi gerjesztette ezt az egészet? Egy szó. Már mondtátok pedig. Nem. Nem. Elnyomást mind keresztül alkalmaznak. Hát a technikán. Technikán keresztül a bubánat. Médián keresztül, így van. Így van. Média, média. Hát nézd meg, a média az eszköz a társadalom teljes átformálására. Nem? Tehát a társadalom átformálását a média műveli, végzi. Érted? Nem más a média. A média meg kiknek a kezében van? Te kezedben van a média? Nem. Kiknek a kezében van? Hatalmon lévőknek. Hát elsősorban hatalmon lévők. Másosorban nem biztos, hogy hatalmon lévő, de gazdag, nem? Így van. Tehát olyan személyek
kezében van a média, akinek nem az, az az érdek, ami a tied. Világos? Ez nagyon egyszerű. Tehát magyarul nekik ellenérdekeltségük van hozzád képest. Érted? Te azt, neked az az érdeket, hogy minél okosabb legyél, nekik meg az az érdeket, hogy minél butább legyél. Világos ez? Miért fontos, hogy az emberek buták legyenek? Mert sokkal könnyebben megvezethető. Így van, minél tudatlan egy ember, annál könnyebben megvezethető. Világos ez? Na nézd meg, mondok példát, ugye a 20. század. Hitler min keresztül tudta manipulálni a népet? De min keresztül? A médián keresztül. A rádión keresztül. Így van. A rádión keresztül, pedig akkor még csak a rádió volt. Na most ahhoz képest mennyivel több a média eszköze? Soroljátok. De soroljátok alapvetően. Tehát tévé, ugye internet. Így van, hát mondjuk a telefon az eszköz, mert ugye ott is a különböző internetes akármik azok, amik hatnak az emberre. Tehát gyakorlatilag, hát most gondolj bele, hogy Hitler a médián keresztül milyen formában tudta manipulálni a lakosságot. Na most képzeld el, hogy ahhoz képest ugye sokkal többféle média van, sokkal. Sokkal közvetlenebbül lehet elérni embereket, mert már nem csak hangilag lehet manipulálni, pedig rádión keresztül nézd meg, mit ért el, hanem most már képileg is lehet, ugye, oda menni az otthonokba, tehát nem csak hangilag lehet oda menni az otthonokba, érted? Tehát gyakorlatilag most sokkal könnyebb a manipuláció, mint mondjuk ezelőtt 80 évvel, érted? Sokkal könnyebb. Tehát a média az eszköz volt és van az emberiség megváltoztatására. Most mondok példát. Régen három családos emberek, tehát nem, három generációs családok voltak. Az volt a természetes, hogy három generációs családokban élnek az emberek. Mi miatt változott meg? A média hatása miatt. Tehát a média mutatta be, hogy az nem jó, hanem mi a jó, nem? Na most, miért nem tisztelik manapság a fiatalok az időseket? Miért a tévében látsz olyat, hogy a filmekben tisztelik a fiatalok az időseket? Nem. Így van. Pont az ellenkezőjét látod. Nem így van? És ezt hol érték el? Min keresztül? Médián keresztül. Mi volt a másik? Mi volt a másik? Tehát a legfontosabb befolyásoló tényező az a média. Mi a másik? Az iskola. Így van, oktatási rendszer. Tehát az oktatási rendszer, ami ott kezdődik, hogy óvoda. Utána iskola, középiskola, vagy szakmai iskola, mindegy, egyetem, főiskola, teljesen mindegy. Az egy szintén manipulációs eszköz. Oké, maga az oktatás. Tehát az oktatási rendszer. Tehát amit az oktatási rendszerrel elérnek, gyakorlatilag meg a médiával elérnek, ez a két dolog, ami megváltoztatta az embereket. Ennyi. Tehát, de miért lehetett megváltoztatni őket? Hát mert hagyták, nem? Hát nagyon egyszerű. Hát hagyták. Érted? Hagyták, hogy megváltozzanak. Hagyták, hogy a sok száz vagy több ezer éven keresztül működő hagyományok az egy generáció alatt lerombolásra kerüljenek. Egy generáció az kb. 25 év. Egy generáció alatt. Ez a lerombolás, ez az előttem lévő generáció hozta létre a lerombolást. A generációk, ez egy tanítás, jó? A generációk úgy működnek, hogy 67-ig, 1967-ig volt az én generációm,
68-tól az új generáció. Nagyon egyszerű kiszámolni, mert mindig 25 évet levonsz vagy hozzáadsz. Tehát ami azt jelenti, hogy az én generációm az az 1967-től visszafele 7, 6, 5, 4, 3. Tehát az azt jelenti, hogy 43-tól. Jó? Tehát 43-tól 67-ig az az én generációm. Az előző lévő generáció az ugye 2, 1, 0, 9, 8. 28-tól. Nem, 18-tól, bocsánat. Tehát 18-tól, 1918-tól 42-ig. Világos? Az az előttem lévő generáció. És ha megnézitek, gyakorlatilag az előttem lévő generáció, tehát mondhatom azt, hogy a szüleim, szó szerint a szüleim generációja, tehát a 43 előtti generáció, az fogta és az összes hagyományt lerombolta. Az összeset, úgy, ahogy volt. Tehát nekünk már az új, tehát már nem a hagyományokat tanították a szülők. Mik voltak a hagyományok? Hát nem az egy gyerek, meg nem a két gyerek, az biztos. Az egy hagyomány volt, hogy több gyerek. Tehát ugye volt egy ilyen mondás is, hogy egy gyerek, nem gyerek, két gyerek, fél gyerek, három gyerek, egy gyerek. Oké? De most ezt egy fiatal, azt se tudja, miről beszélek. Oké? Szóval lényeg az, hogy ez egy hagyomány volt, hogy több gyerek, hogy legalább három gyerek legyen egy családban. Oké? Akkor nézzük másik hagyományt. Hogy a nők nem mennek el munkahelyre dolgozni. Így van. Hanem az otthoni dolgokat ellátják, nem? Milyen hagyományok voltak még? Például ilyenek, hogy a nők nem dohányoznak, nem isznak. Oké? Ez így is volt. Ezek hagyományok voltak. Oké? Hagyomány volt például a hosszú házak. Nem a kocka házak, a hosszú házak. Tehát a hosszú. Tehát a telken hosszába szépen ment lefele a ház. És akkor az nagyon jó volt, mert lehetett utána építkezni. Egy kockázhoz nem tudsz utána építeni, mert sátortetős tudod. Tehát nem is sátortetős tudod, ez a, mit tudom én, milyen tetőnek hívják. Tehát, hogy egy pontba fut össze a négy rész a tetőnek. Tehát ott, ha hozzá akarsz építeni, le kell bontani a tetőt. Érted? Tehát egy régi ház, amely ilyen hosszú ház volt, az vagy féltetős volt, vagy ez a sátortetős, és akkor lehetett tovább építeni. Semmi gond nem volt. Ez úgy, ahogy volt, megszűnt. Miért? Hát azért szüntették meg, hogy külön menjenek a gyerekek. Oké? Tehát azt a hagyományt, hogy ki tudnak egymással jönni a három generáció, azt úgy, ahogy van, megszüntették. Ez mind média, nézd meg. Mind média hatás, kivétel nélkül. Akkor másik szokás, az, hogy a lányok azok nem a karriert építettek, hanem családot. Tehát nem abban gondolkodtak, hogy karriert fogok építeni, hanem abban gondolkodtak a lányok, hogy családot fognak építeni, ezért időben férhez mentek. Megint tanítás. Módszereket ebben a részben nem adok, de tanítást adok. Például tanítás az, hogy a hölgyeknek 21 és 28 éves kor között alakul ki az egójuk. És utána az ösztönös alkalmazkodó képességük nullára megy vissza. Nullára. Tehát ha egy nő 28 éves kor után megy férhez, gyakorlatilag ő ösztönösen alkalmazkodni nem képes. Mert 28 éves korra teljes egészében kialakult az egója. És ő az egójából nem fog engedni. Csak tudatosan. Na most,
De nagyon egyszerű, elérte a média azt, hogy az emberek rossz állapotban legyenek. Hogy érte el a média, hogy az emberek rossz állapotban legyenek? Ez megint tanítás. Nagyon egyszerű. Tudjátok, hogy? Hogy a elérték az, hogy a modern nő az dolgozik alkalmazottként, elmegy állásba. Ezt nyomták évtizedeken keresztül. Tehát ami azt jelenti, hogyha egy nő elmegy dolgozni, az tudja, hogy zaklatottan jön haza. És tönkreteszi a család hangulatát. Oké? Azaz azt jelenti, hogy a család többi tagja is rossz hangulatú lesz. A gyerekek is. Mert attól függ, hogy a család milyen hangulatú, hogy a nő, illetve inkább úgy mondanám, hogy az anya, milyen hangulatú otthon. Na akkor nézzük tovább. Tehát elérték szépen, hogy a nők eljárjanak dolgozni, mert az a modern nő, aki dolgozik. Akkor nézzük a többi hagyomány felrúgását, jó? Szerintetek hogy érték el azt, hogy a hosszú szoknyákból miniszoknya legyen? Média, megint a médián keresztül érték el. Így van, a médián keresztül. Hogy érték el azt, hogy sok nő ne tudjon szülni? Így van, az olyan jellegű öltözködéssel, ahol kin van a nők dereka. Így meg rövid miniszoknyával, hogy a nemi szervén keresztül főfázzon. Alulról főfázzon. Akkor nézzük tovább. Nem tudom, mennyire tudjátok, hogy a szoknya az a föld energiáját, tehát a nőknek nagy szükségük van föld energiára. A föld energiát nem véletlenül álltak így a szoknyák régen. Nem abroncsosok voltak, hanem ugye sok szoknya volt, hogy így álljon, hogy a föld energiát ide fölhozza a nőknek. Tehát, hogy ne legyen gond a nőknek az energiájukkal. Erre megtanították, hogy gatyába járjanak, így van, nadrágba. Az nem vonza, tehát nem szedi össze, nem gyűjti össze a föld energiát. Mit okoz, hogy nincs föld energia? Ahhoz, hogy például szexhez fáradt legyen a nő. Ne akarjon szexelni. Például. Ne legyen elég energiája a párjára. Ne legyen elég energiája a családra. Nem sokkal jobb a helyzet a szűk szoknyával, nehogy azt hitt. Mert a szűk szoknya sem gyűjt. Oké? Valamivel jobb, mint a nadrág, de nem sokkal. Szóval, nézzük tovább. Jó? Tehát az összes olyan hagyományt egy generáció alatt lerombolták. Mondom, az előzőnél, nyilván nem gyerekkorban dominál az, hogy mit fog tenni egy felnőtt, hanem az felnőtt korban dominál, hogy mit fog tenni. És gyakorlatilag nézd meg, az előző generáció, tehát a szülőnk, szüleink, az én szüleim generációja, az mindent, az összes ezt, amit elmondtam, ez mind így, ahogy megszüntette, lerombolta. És természetesen ma az új generáció, az enyém, vagy még a utánunk következő generáció, vagy még már most már az után következő generáció, mit lát? A rossz mintát. A teljesen szétvert hagyományokat. Oké? Tehát egy olyan világot élünk, ahol hagyjátok, hogy a média befolyásoljon, és ne a józan eszed. Na most még egyszer mondom, a média gazdag emberek tulajdonában van, akiknek az az érdekük, hogy szolgáld őket. Világos az? Na most, mondok másik dolgot, hogy mi volt a hagyomány?
azt is megszüntették, másik hagyomány, hogy az emberek maguknak dolgoztak. Tehát például itt Magyarországon az emberek 80%-a a múltban, nem a szocializmusról van szó, a szocializmus előtti időszakról van szó, az emberek 80%-a az a mai értelemben vett vállalkozó volt. Ami azt jelenti, hogy vagy saját földje volt, vagy saját kis boltja, vagy saját kis műhelye volt. Így van. Így van. És mindössze a 20% volt szolga. Most fordítva van. Több mint 80% szolga, és kevesebb mint 20% az, aki önálló. Nézd meg, mit értek el? Hagyományok. Tehát a férfiak és a nők együtt dolgoztak. Tehát a férfinak besegített a nő a munkájába. Oké? Okay? Tehát például, ha műhelye volt, besegített a feleség. Ha boltja volt, besegített a feleség. Ha földjük volt, besegített a feleség. Oké? Okay? Tehát együtt dolgoztak. Nagyon jó, mert volt közös témájuk. És bevezették azt a fajta munkát, hogy még egy gyárban vagy egy munkahelyen se dolgozhat egy házaspár. Hogy összeférhetetlen, hogy egy házaspár egy munkahelyen dolgozzon. Oké? Tudod miért? Hogy ne legyen közös témájuk. Azért. Érted? Hogy elhidegüljenek egymástól. Mert a nem elhidegülésnek, tehát az együttlétnek az alapja az, hogy van miről beszélni. Érted? Nem a semmiről, tehát nem semmiről van beszélni, hanem miről, van miről beszélni. Érted? Tehát olyan dolgokról beszélnek, vagy beszéltek az emberek, oké? Okay? Amiben azonos érdekük volt. Mind a kettő dolgozott abban a dologban. Mind a kettőnek ugyanaz volt a célja. Világos? Volt miről beszélni. Elérték, én már olyanokat is láttam, nem egyet mióta én ugye szemmel tartom az embereket, az ugye 91 óta. Nem egy olyat láttam, hogy valaki vállalkozó volt, az asszony nem akarta vállalkozásban részt venni. Nem, még véletlenül se. Hanem elment alkalmazotti létbe. El is váltak. Nem egy ilyenről tudok. Akik emiatt el is váltak, mert nem volt közös téma. Világos ez? Most gondolj bele, hogy szokott ez működni, amiket én láttam. Úgy szokott működni, hogy a férj csinálja a vállalkozást, ugye? Vagy manapság már a feleség csinál külön vállalkozást, mindegy. A férj alkalmazott, még rosszabb. És tehát mondjuk nézzük a klasszikus esetet, ami ugye már a szocializmusban is így működött, meg azóta is, hogy a férj csinál egy vállalkozást, egy saját vállalkozást, az az, hogy elmegy alkalmazottnak, nem tudom milyen indokból, fogalmam nincs, na mindegy, elmegy alkalmazottnak, utána meg hazamegy, és a vállalkozással kapcsolatban elkezdi osztani az észt. Úgyhogy semmi köze a vállalkozáshoz gyakorlatilag, de ossza az észt. Hát nyilvánvaló, hogy ez a férfinak nem fog tetszeni, mert a férfi mindig azt akarja, hogy a feleség az vele dolgozzon együtt. Tehát amikor a nők azt gondolják, hogy a férfi ezt nem akarja, akkor óriási tévedésben élnek. Na most lényeg az, hogy szépen elérték azt, hogy ne legyen közös téma és ne dolgozzanak együtt. Tehát ne dolgozzanak együtt és ne legyen közös téma. Világos ez? Tehát három dolog, megint tanítás, három dolog tartja össze a párkapcsolatot.
Ez a párkapcsolati képzésünkből egy rövid tanítás. Abból a háromból egynek legalább lenni kell. Jó? Na nézzük. Az első, ami összetartja egy családot, a családi fészek építése, létrehozása. Ezt ma megoldják hitelből egy év alatt. Tudjátok, hány évig építkeztünk? Legalább 15. De nem is vettünk föl hitelt. Jó? Tehát ha 15 évig az építkezésben vannak közös célok, mert építkezünk, akkor 15 évig az a párkapcsolat össze van tartva. Világos ez? Tehát a családi fészek létrehozása egy párkapcsolati kapocs. Akkor nézzük a másikat. A közös gyerek felnevelése. Nem az én gyerekem meg a te gyereked, nem. A közös gyerek felnevelése. Tehát az, amikor az egyiknek van gyereke, a másiknak meg nincs, nem összetartó erő. Világos ez? Tehát a közös gyerek vagy gyerekek felnevelése az egy összetartó erő. Ezért van az, hogy nagyon sok párkapcsolat akkor esik szét, mikor a gyerekek kirepülnek. Nem egyet ismerek, meg nem is kettőt, amelyik akkor esett szét. Van egy harmadik összetartó erő. Most képzeld el, hát az ember egész életében nem családi fészket hoz létre, nem? Az egyszer be kell fejezni. Egész életében a legtöbb ember nem nevel gyereket, nem? Azt is előbb-utóbb befejezi az ember, nem? És mi marad? A harmadik. Tudod, mi a harmadik? A közös vállalkozás. A közös vállalkozás azt jelenti, hogy az asszony is benne dolgozik. Világos ez? Ne egymással beszéljetek meg. Jó? Majd a szünetben. Tehát, közös vállalkozás. Egy olyan világban, ha nem ezt tanítják. Hanem a nőnek szakma kell. Szakma. Minek? Tudod, mi a nőnek a szakmája? Az, hogy segítsen a férjének, és egyébként meg otthon azt, amit ellát, ahhoz meg nem kell szakma. Mert a nők tudnak ösztönből gyereket nevelni, tudnak ösztönből főzni, mosni, takarítani. Érted? Ösztönből. Hát most lehet, hogy a hölgyek megköveznek engem, hogy a nőknek nem kell szakma. Minek? Ha azt akarod, hogy elváljon tőled a férjed, legyen szakmád, azt csináld a szakmádat. Oké? Okay? És ha azt akarod, hogy 20 férfi váljon el tőled, akkor csináld saját szakmát, meg saját vállalkozást. Ilyen egyszerű. Jó? Azt mondja, hogy én 87 óta vagyok vállalkozó. 87-ben született a fiam, a nagyobbik. Azóta nejem nem jár el dolgozni. Hála a jó Istennek. Oké? Okay. Hanem azóta, ha van szakmája, de hát kitörölheti vele. Na mondjuk olyan, hogy igazából nem sokra megy velem. Ami a szakmája, azt gyakorlatilag a nők tudják. Jó? Mert egészségügyi végzettsége van. Na most, hát ugye ahhoz, hogy az ember mondjuk gondozzon egy, mondjuk egy idős valakit, mondjuk az apját vagy az anyját, hát ahhoz nem kell egészségügyi végzettség. Jó, szóval lényeg az, hogy 87 óta ő nem jár el dolgozni. Ha nem, akkor mit csinál? 87 óta gyakorlatilag közös vállalkozásban vagyunk. Ez a közös vállalkozás kezdetben úgy volt, hogy ugyanannak a vállalkozásnak az alkalmazottai voltunk, és apám volt a főnök.
Tehát az apám vállalkozásában voltunk. Mind a ketten. Majd saját vállalkozást indítottam, és a nejem pedig a saját vállalkozásban elkezdett egyre tevékenyebben, ahogy a gyerekek nőttek, majd ugye felnőttek, egyre intenzívebben belefolyni a saját vállalkozásba. Na most megint tanítás, bár megint nem fogom elmondani ugye, hogy mit, hogy kell elérni. Ugye minden, ami az interneten láttok tanításokat, az úgy van, hogy megmondják, hogy mit kéne csinálni, tehát az egy tanítás, csak azt nem mondják meg, hogy hogy kéne oda eljutni. Na most így, hogy én megmondom, hogy mit kéne csinálni, attól nem fogsz oda eljutni, jó? Ezt jól jegyezd meg, mert ahhoz, hogy te oda juss, meg kellene változnod. Na most ahhoz, hogy te megváltozz, ahhoz meg módszerre van szükség. Sőt, módszerekre van szükség. Tehát addig, míg te nem változol semmit, addig ugyanazt éred el az életben, mint eddig elérted. És ugyanoda jutsz, mint ahova eddig jutottál. Tehát ahhoz, tehát az a személyiség, amit neked van, az arra képes, ahova most eddig eljutottál. Ezt jó, ha tudod. Ha többet akarsz az életedben, mást akarsz az életedben, változást akarsz az életedben, ahhoz változni kell. A változáshoz meg módszerekre van szükség. Na azt meg az első részben nem kapsz. Ennyi. Oké? Csak a másodikban. Tehát lényeg az, hogy mit is akartam mondani? Nem, az elé. Eltereltem saját magamat, igen. Tanítást akartál mondani, de nem módszer. Tehát lényeg az, hogy visszamegyek oda, hogy 87-től ugye saját vállalkozást kezdtem, és kezdetben az másodtevékenység volt, majd ugye főtevékenységé vált a vállalkozás, és akkor a nejem szépen elkezdte a besegítést, tehát a besegítést. És én mindig erre vágytam, tehát türelmesen vártam, hogy ez megtörténjen. Oké? Éveket kellett várnom, mert kicsi volt a gyerek. Meg utána hát a második gyerek volt kicsi, nem az első. Tehát a második gyerek kicsi volt, és lényeg az, hogy de ahogy nőtt a gyerek, úgy egyre inkább a nejem be tudott nekem segíteni. És azóta, hála a jó Istennek, ugye nekünk van miről kommunikálni. És jó a kapcsolatunk, és az átlagnál sokkal jobb a hangulatunk is. Tehát sokkal jobb a hangulat. Mert ugye ez úgy működik, hogy az embernek, hogyha lemegy a hangulata, akkor elkezd mindent rosszul csinálni az életében. Tehát a rossz hangulat miatt. Tehát ugye nálunk megmaradt a jó hangulat, mert a nejemnek nem kellett elmenni dolgozni. Dolgozott ő 82-től, vagy 83-tól, de csak 87-ig, tehát nem sokáig, 4-5 évet dolgozott. Tehát az nem olyan sok, ott annak idején alkalmazottként. Oké? És ugye amikor hazajöttem, vagy hazajött, akkor mindig azt hallottam, hogy mi történt a munkahelyen. Érted? Milyen problémák történtek a munkahelyen. És mi nem volt neki szimpatikus a munkahelyen. Tehát nem szerettem, amikor ő alkalmazott volt. Nem a nejemet nem szerettem, az ő alkalmazotti létét nem szerettem, csak nehogy valaki félreértse. Jó? Tehát lényeg az, hogy hogyha valaki hallgatja, nézi a médiát, és azt csinálja, hogy amit abban nyomnak,
Oké? És nem gondolkodik. Ja, megvan, mit mond, minél, hol tartottam. Jó, tehát ott tartottam, hogy oda jutsz, tehát hogyha nem fejlődsz, oda jutsz, ahova most. Érted? Tehát ahhoz, hogy az ember mást érjen el. Most mondok példát, jó? Tehát mit tudom én, mondjuk valaki elront egy párkapcsolatot, és ugyanúgy megy neki a másiknak, hogy nem változtat magán, akkor ugyanoda jut az a párkapcsolat egy az egybe, mint ahova a másik jutott. Érted? És ha utána lesz egy harmadik párkapcsolata, akkor a harmadik párkapcsolat is pont oda fog jutni, ahova a másik kettő. És teljesen mindegy, hogy hány párkapcsolata lesz, az mind oda fog jutni, addig, ameddig ő nem változtat, mint ahova a többi jutott. Na most ahhoz, hogy az ember változtasson, ahhoz tudásra van szüksége. És természetesen nem elég a tudás, hanem módszerekre is. Sokan azt gondolják, hogy az bőven elég, hogy kapok tudást. Tehát a tudás az, hogy megmondják, hogy milyenné válj. Oké? De hogy jutsz oda? Tehát most mondok példát, érted? Azt mondják, hogy menj ki az Adriára. Milyen jó ott, stb. Főleg nyáron, stb. De ha nem állsz neki megtervezni azt, hogy hogy jutsz oda, most is fogsz kimenni az Adriára. Érted? Tehát ha nincs biztos módszered arra, hogy hogyan juss az Adriára, akkor sose fogsz oda eljutni. Érted? Tehát hiába mondják meg, hogy neked mi lenne a jó, ha nincs hozzá módszered. Érted? Elment a hangom. Nem jeleztem még senkit. Jó? Lehet, hogy nem nálam van a probléma, hanem nálatok a neten. Jó, szóval lényeg az, hogy nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Jé. Ja, mert kikapcsoltam, jó. Az embereknek eljutatjuk a tudást, de nem csak a tudást, hanem a képességeket is. Sőt, még egy dolgot. Tehát hiába adunk módszert, tehát először is hiába mondjuk meg, hogy milyen legyél, mit kellene csinálnod, oké? Ahelyett, amit csinálsz. Hiába mondjuk azt, hogy itt a módszer hozzá. Jó? Ha nincs gyakorlási lehetőséged. Érted? Nincs olyan terep, ahol gyakorolj. Tehát most mondok példát, jó? Például valaki mondjuk szeretne jobb lenni a párkapcsolat terén, és mondjuk sokkal jobban bánni az ellenkező nemmel, úgy elég nehéz, hogyha közben nincs párja. Nem? Nem? Tehát amit az embereken gyakorolni kellene, azok kellenének az emberek. Nem? Na most például, amikor tanuljuk azt, hogy valaki hogyan neveljen gyereket, hát annak elég nehéz gyakorolni, akinek nincs. Nem? Vagy hogyan bánjon valaki a szüleivel, annak már elég nehéz tanítani a gyakorlást, érted? Sőt, annak nehéz gyakorolni, hogyha már nem élnek a szülei. Nem? Tehát kellenek azok a gyakorlási lehetőségek, ami nélkül a tudás nem megy át a gyakorlatba. A módszer az csak elmélet marad. Na most mi van akkor például, hogyha valaki mondjuk
tanulja azt, hogy hogyan bánjon a gyerekével, de már a gyereke az felnőtt. Tehát vagy hogyan neveljen gyereket, de a gyereke nem felnőtt. Vagy hogyan bánjon a szüleivel, de a szülei már nem élnek. Hogy tudja ezt valaki akkor gyakorolni? Ugye ez a legtöbb számára teljesen legtöbb ember számára teljesen elképzelhetetlen. Nem? Hogy hogy lehet úgy gyakorolni mondjuk a gyereknevelést, hogy már az ember mondjuk felnőtt gyereke van? Vagy hogy lehet gyakorolni mondjuk a szülőkkel való bánásmódot, hogyha a szülő már meghalt? Gondolkoztatok már ezen? Na most, hogy lehet a leginkább elsajátítani azt, ami információhoz jutsz, és használni szeretnéd, és beszeretnéd építeni az életedbe? Tudjátok, hogy ezt hogy kell? Tehát, hogyha már nincs meg az a terep, tehát például a gyerek felnőtt, vagy a szülő meghal, érted? Hogy tudod mégis beépíteni az életedbe? Tudod, hogy? Úgyhogy ha vannak olyan emberek, akiknek azokat a tapasztalatokat, azt a tudást, amit tanultál, azokat a módszereket átadod. Érted? Tehát lehet, hogy már nincs szülőd, de van olyan ismerősöd, vagy bárki, akinek van szüleje, és éppen azt látod, hogy baromi rosszul bánik vele. Vagy neked már nincs olyan gyereked, akit nevelni kell, de te éppen látsz egy olyan szülőt, akit látod, hogy éppen félre neveli, vagy elneveli a gyerekét, ahelyett, hogy azt a tudást alapján nevelni, amit tudod, hogy jól működne, csak te sajnos nem jutottál időben ahhoz az információhoz, akkor, amikor a gyerekedet nevelted volna. Tehát én azt tapasztaltam, hogy ha valamiből én már valamilyen oknál fogva kicsúsztam, de mégse csúsztam ki, mert nekem 91 óta van saját csapatom. És én bármit tanultam, ugye azok tudják, akik már régen működnek velem együtt, én bármit tanultam, akkor én azt elkezdtem átadni. Annak a tudását. Tehát a tudással elkezdtem segíteni. És hát nyilvánvaló, hogy azzal a tudással elkezdtem segíteni, akkor azt a tudást már tudnám hasznosítani is, mert úgy kellett átadni a tudást, mintha én használtam volna. Nem tudom, értitek-e. Tehát, hogyha az ember bármi olyat tanul, amire azt mondja, hogy ez engem már nem érint, akkor azon kéne elgondolkodni, hogy ha lenne csapatod, akkor tudja, hogy érintene. Oké? Milyen csapat? Hát, hogyha megnézzük, mi mivel foglalkozunk, akkor azt látjuk, hogy átadjuk az embereknek a tudást. Tehát akik itt tanulnak, azok a tudásért tanulnak itt. Tehát, hogyha valaki tudást akar szerezni, és még éppen nincs az a tanfolyam, de mondjuk segít neki abban, azon az életterületen mondjuk, éppen az a személy, aki behozta, vagy, annak a vagy a közös vezetőjük, akkor nyilvánvalóan nem fogja megtagadni azt, hogy hát ne segíts, mert itt az emberek a tudásért vannak. Érthető? Tehát az embereknek eljutatjuk a tudást. Milyen tudást? Tudod, milyen tudást? Amit az emberek elől eltitkoltak eddig. Tudod miért? Hogy a média befolyásolni tudja őket. Ugyanis a média csak az ostoba embereket tudja befolyásolni. Az okos
olyan embereket, akik pontosan tudják, hogy hogyan működik az élet, és hogyan működik az ember, azok kiröhögik a média hülyeségeit. Oké? Tudjátok, én hogy szoktam nézni mondjuk egy filmet? Én is szoktam filmet nézni, de úgy, hogy közben felismerem a manipulációt. És azonnal felismerem a manipulációt. Na most, sőt, ha másokkal nézem együtt, akkor szoktam is mondani, hogy figyeld itt, hogy manipulálják az embereket. Oké? Tehát ez is egy tanítás, hogyha filmet nézel, akkor sose éld bele magad. Ugyanis, ha beleéled magad a filmbe, a valamelyik szereplőnek a személyébe, akkor onnantól kezdve már manipulált is vagy. Kész. Már azt csinálnak veled, amit akarnak. Tehát egy filmet mindig kívülről kell nézni. Sose szabad beleélned magad. Ha kívülről nézel a filmre, akkor ilyen szempontból kell nézni. Te úgy szoktad nézni, hogy nézed a cselekvést, és nézed azt, hogy milyen esemény van, és akkor mondod, hogy mit tudom én, vagy látod másokon, hogy mit tudom én, elkezd, még akár bele is szól a filmbe, tudod, hogy hát, hogy bíztatja mondjuk a szereplőt kívülről, érted? Na most, én meg úgy nézem, hogy közben azt látom, hogy milyen jól játszik a színész, vagy azt látom, hogy milyen jól csinálta a rendező, érted? Vagy azt látom, hogy most éppen hogyan befolyásolják az embereket, érted? Na most, ha egy ember hagyja, hogy a média befolyásolja, akkor még egyszer mondom, a médiának, mivel gazdag emberek tulajdonában van, és ha megnézed, a média egy az egybe a gazdagokat szolgálja. Tehát aki nem média tulajdonos, oké? Akkor is, ha gazdag, a média őt szolgálja. Pedig ő nem média tulajdonos. Miért? Mert a gazdagok ott reklámoznak. Világos ez? Hát nem a szegények, te hányszor reklámoztál a tévében? Hát jó, de az ilyen ekkora kis kocka volt, az más. De olyan reklámra gondolj, ami a tévében van, a reklám. Hányszor csináltál olyat? Érted? Olyanokat megnézed, azokat a reklámokat, te látsz olyat, hogy kis vállalkozó reklámozik? Már nincs ilyen. Régen volt. Már nincsenek ilyenek. Már csak olyan reklámokat látsz, aminek a nagyon nagy része az multinacionális cég. Nézd meg. És van egy-két ilyen nem multinacionális, de igen gazdag a tulaj. És ha megnézed, a tévében csak ilyen reklámokat látsz. Tehát gyakorlatilag, ha megnézed, a média az kiket szolgál? Először is magukat, a média tulajdonosokat, másodszor pedig a gazdagokat szolgálja. Na most, a gazdagnak meg az az érdeke, hogy te a szolgája legyél. Oké? Szó szerint. Tehát azt hívjuk szolgának, aki bérért vagy fizetésért dolgozik. Oké? Hát ha megnézed, a valódi szolga, amit tanultál történelemből, ahhoz képest az alkalmazott miben különbözik? Semmibe.
Semmibe. Annyi a különbség, hogy legfeljebb ott szóbeni megállapodás volt köztük, itt meg írásbeli. Annyi a különbség. Slussz. És annyi a különbség, hogy ott az elvégzett munka után rögtön fizettek, neked meg csak egy hónap után. Világos? Tehát jó, ha látnád ezt, hogy a média az teljes egészében arra van építve. Most mondok egy példát. Rengeteg ember facebookozik. Mit tudom én, valami több mint 1 milliárd ember fönn a facebookozik, érted? Na most akkor nézzük meg. A Facebook kinek a tulajdonában van? Biztos egy csóró tulajdonában van, nem? Hát a világ egyik leggazdagabb embere a Zuckerberger, érted? Tehát gyakorlatilag megint ugyanerről szól a történet. Gazdag tulajdonában van, a gazdagnak meg az a lényeg, hogy te őt szolgáld. Oké? Tehát ha jobban megnézed, a túl okos dolgokat tiltják ezek a közösségi portálok. Tehát mit értünk az, hogy túl okos dolgok? Tehát olyan okos dolgok, amivel felébresztenék az embereket. Azokat tiltják. Tehát például, mit tudom én, a legnagyobb közös, a legnagyobb ilyen videó megosztó portálon, na melyik az? A YouTube, igen. A YouTube-on nem lehet bizonyos filmeket fölrakni. Érted? Mert letörli a YouTube, mert ilyen ébresztő hatású. Érted? Tehát az embereket felébresztené. Tehát én már nem egy ilyen filmmel találkoztam, amit nem lehetett a YouTube-on keresztül megosztani. Egyszerűen nem engedte. Pedig nincs másik ilyen fönn. Nincs, és nem engedte. Mert ugye azt megértené, hogy valaki fölrakja, és akkor utána azt ő akar abból bevételt, és akkor nem engedi. De nem erről szól a történet, mert nincs fönn az a videó a YouTube-on. Oké? És fölrakod, és letörli. Na szóval a lényeg az, hogy olyan működés van itt a világunkban, ami, ha megnézed, elvileg, nem elvileg, gyakorlatban, tehát miért mondod azt, hogy inkább akkor kérdezek, miért mondod azt, hogy régen jobb volt? Tehát most azt vegyük ki, hogy fiatalabb voltál, jó? Tehát miért mondod azt, hogy régen jobb volt? Várjál, nem, most szó szerint, miért mondod? Most ne, amit én most elmondtam, annak alapján mondjál bármit, hanem miért mondod azt, hogy jobb volt? Tehát több volt a pénz? Nem. Több volt a fizetésed? Nem. Olcsóbbak voltak az árak? Nem. Tehát én ezzel kapcsolatban csináltam számításokat. Megnéztem például, mennyi volt a kenyér, most mennyi a kenyér, mennyi volt a villany, most mennyi a villany, nyilván a kilovattban. Mennyi volt az üzemanyag, most mennyi az üzemanyag, mindent meg lehetett nézni, mennyi volt akkor egy ház, most mennyi egy ház. Gyakorlatilag, ha megnézzük, semmi nem lett drágább átlagosan, mint ahányszor többet keresel. Mondjuk az elmúlt 40 évben. Érted? Tehát nem az a baj, hogy sokat vagy kevesebbet keres az ember arányaiban, mint régen. Nem az a baj, hogy az árak drágábbak, mint régen. Nem. Hanem az, hogy az emberek sokkal többet költenek, mint régen. Az igény.
szó szerint többet költenek. Hát régen ez úgy volt, hogy az emberek tudtak takarékoskodni, és a takarékoskodásból föl tudtak építeni egy házat. Tehát meg tudtak venni akár telket, és föl tudtak belőle a házat építeni. Érted? Manapság ezt a legtöbb ember hitelből csinálja. Világos ez? Tehát régen az emberek takarékoskodtak mondjuk 10 évet, és fölépítettek belőle egy házat. Érted? Most az emberek nem takarékoskodnak, hanem elköltik. Tudod, kik takarékoskodnak? Az idősek. Az idősek takarékoskodnak a temetésükre, szó szerint. Szó szerint, hogy majd a családra hagyjak ezt, azt, amazt, meg már nem bírnak, ezért nem költenek annyit, érted? Mert már nem bírnak. Tehát már nem bírnak menni, vásárolni, nézelődni, már nincs hozzá energiájuk, érted? És ezért az idősek takarékoskodnak. A fiatalok azokra nem jellemző, nyilván nem azt jelenti, hogy mindig tisztelet a kivételnek, tehát nem azt jelenti, hogy mindenkiért csinálj, de nyilván a nagy többségről beszélek. Tehát a nagy többség azért érzi azt, hogy anyagilag nincs előrébb, mint régen, mert sokkal többet költ. Tehát sokkal többet költ felesleges dolgokra. Na most erre a legjobb példa, régen, mikor én gyerek voltam, ugye éltek a szüleim, éltek a nagyszüleim, öten laktunk egy házba. És gyakran előfordult a legtöbbször, hogy én vásároltam be hétvégére. És két szatyorba hazavittem. Gyalog. Érted? Akkor még nem voltak ezek a hatalmas bevásárló szatyrok, tudod? Meg bevásárló kosárról, amit itt tolsz, az meg abszolút nem volt. Tehát gyakorlatilag két szatyorba hazavittem a hétvégi szükségletet. És voltunk öten. Oké? Na most. Most, ha megnézed, egy hétvégi szükségletre mondjuk átlag 400 literes csomagtartót telepakolják. Érted? Na most, az nem két szatyor. Most nehogy már azt mondja valaki, hogy egy hétvégére most több kell, mint ezelőtt 40 évvel. Vagy 50 évvel. Nehogy már ezt mondja valaki. Miért kéne több? Érted? Hát mi a... majdnem kimondtam. Csinálnak az emberek avval a sok valamivel, amit vásárolnak. Érted? Mit csinálnak vele? Érted? Hát régen olyan, hogy szemét nem volt, azt tudod, vidéken, meg aztán végképp nem. Tehát nem volt szemét, nem volt olyan, hogy kukás, nem volt olyan. Nem volt. Nem volt olyan, hogy szemétbe került volna kaja. Olyan nem volt. Érted? Most mondom, egyszerű, nézd meg, hogy mondjuk péntek délután ülj be egy bevásárlóközpontban, egy Osan, egy Tesco, egy akármiben ilyen nagyobba. Csak ülj le oda a székre, és nézd egy negyed órát, hogy mekkora pakkokkal mennek haza. Érted? Ilyen hatalmas guruló kosarakat így megpakolva, érted? Nyilván tisztelt a kivételeknek megint, de jellemző. És az egy hétvégi bevásárlás. Oké? Így van. Tehát gondold végig, tehát az emberek sokkal, de sokkal többet költenek. De minek a hatására? Maguktól? Hát akkor ugye eszünkbe jutott, hogy holnaptól többet költünk. Biztos, hogy nem. Megint mit, micsoda? Média. Így van. Média. Így van. Na most megnézed, ott vannak a bevásárlóközpontok. Multinacionális cégek, illetve multinacionális gazdag emberek tulajdonában van. A média is multinacionális gazdag emberek tulajdonában van. Hát nyilván neki az lesz az érdeke, nem? Hogy te minél többet költs.
Tehát egy gazdag ember ne azt hitt, hogy egy vállalkozásban tulajdonos. A legtöbb gazdag ember az egy összefonódásban tulajdonos a vállalkozásoknak. Tehát lehet, hogy TV tulajdonos, közben mit tudom, Tesco tulajdonos, meg stb. Stb. Érted? Ami azt jelenti, hogy akár 5-10-20 vállalkozásban is tulajdonos, gazdag vállalkozásban, érted? Multinacionális vállalkozásban tulajdonos. És nyilván nekik az az érdekük, hogy mondjuk a médián keresztül te minél többet vásárolj. Érted? Nem, nyilván nem a médián keresztül vásárolsz, csak hogy a média befolyásol téged arra, hogy minél többet vásárolj. Tehát ha jobban megnézzük, akkor minden rossz, ami jelenleg van, az a médiától származik. Minden. De van egy óriási előnye ennek a dolognak, érted? Hogy a médiát nem fontos nézni. Nem fontos igénybe venni. Érted? Lehet a telefont használni, de minek rajta olyan dolgokat nézni, ami téged befolyásol, nem az előnyödre. Érted? Minek? Én a telefonomat igazából ugye két dologra használom, telefonra, telefonálásra és üzleti célokra. Érted? Életben nem játszottam rajta, pedig okos telefon van, okos telefonom van, mióta létezik okos telefon. Soha egyetlen egy játékot nem játszottam rajta. A számítógépen utoljára 80-as években játszottam. 80-as évek végén. Oké? Okay. Amióta PC-m van, az a 90-es évektől, ugye ez a típusú számítógépek, azóta én sose játszottam. Tehát még a Commodore-os időszakokban játszottam. Tehát én nekem az autó nem azért van, hogy menjünk nyaralni. Nem azért van, hogy menjünk kirándulni. Nekem az üzleti célokat szolgál. Mind a kettő. Mind a két autó. Tehát, de az emberek, tehát a ruházkodásom az üzleti célokat szolgál. Érted? Nem az szolgálja, hogy most divatoljak. Talán utoljára, amikor a divat érdekelt engem, az középiskola volt. Tudod, mikor a farmer bejött, pont középiskolás voltam. Na, akkor nekem is volt farmerom. Most is van, körülbelül évente kétszer veszem föl. De azt is csak a motorom. Tehát ha megyek motorral, akkor fölveszem a farmert. De nem motorozok, hanem azért megyek motorral, mert könnyebb közlekedni a városba. Sokkal gyorsabban odaérek bárhova. Nem télen nyilván fogok motorozni. Szóval a lényeg az, hogy én az életemet úgy alakítottam ki, hogy amit én csinálok, és ahogy csináljuk, annak legyen értelme. Érted? Legyen értelme. Tehát mi nagyon ritkán csinálunk valamit értelmetlenül már régóta. A legtöbb ember meg értelmetlenül csinál dolgokat. Tehát ha én például a számítógép elé ülök, akkor annak célja van. Nem az, hogy olyan dolgokat csináljak, ami, olyan dolgokat nézzek, aminek az ég a világon semmi értelme. Érted? Szóval a lényeg az, hogy de a legtöbb ember nem így működik, ez a lényeg. Hanem úgy, hogy hagyja magát, hogy a média befolyása alá kerüljön. Na, hát eddig jutottunk, ránéztem az órára, be kell fejeznem. Szóval a lényeg az, hogy mi egy olyan szervezet vagyunk, ahol olyan tudást adunk át,
hogy az életed összes területén képes legyél boldogulni. Ez az összes terület, ez a 10 terület. Képes legyél önmagaddal, a pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal és az Isteneddel bánni. Hogy ezek a területeken minél jobban, egyre jobban és jobban működj. Hogy minél boldogabban tudd az életedet élni. És ez nem földi indítatású azt, amit csinálunk, jó? És nem is lenti indítatású, hanem fenti indítatású. Tehát az embereknek átadjuk azt a tudást, amit eddig az emberektől eltitkoltak, hogy buta, tudatlan emberek élnek ezen a bolygón. És ez bejött nekik, mert szó szerint buta, tudatlan emberek élnek nagyon nagy tömegekben ezen a bolygón. És nekünk fenti indítatásból egy újfajta gondolkodású emberiséget kell létrehozni. Tehát nem azt jelenti, hogy majd a gyerekek újfajta gondolkodásúak lesznek, mert ha hülyék a szülők, hülyék a gyerekek. Hanem a felnőtteknek kell egy újfajta gondolkodás módot megtanulniuk. Egy olyan fajta gondolkodásmódot, ami az etikára épül. A tisztességre, az erkölcsre és a becsületre. Oké? Ahol az emberek szeretet alapon működnek. És nem nyereség alapon. Oké? És amikor üzleti megfontolásról beszélek, akkor ugye nekem az üzlet az, idézőjelbe, üzlet, hogy az embereket tanítom. Mert én ebből élek is. Érted? Na ezért mondom üzletnek, mert ezt üzletnek szokták nevezni, amiből élsz. Ha az nem alkalmazotti lét. És akkor lehetne mondani, de hát miért nem ingyen adjuk a tudást? Mert csak egy tisztességtelen ember nem akar cserét adni azért, amit kap. Oké? Okay? Minden becsületes ember azért, amit kap, viszonozni akar. Oké? Okay? Tehát ilyen egyszerű. És hogy ez rendben legyen, ez a csere, ezért olyan tandíjak vannak kialakítva, ami gyakorlatilag bárki számára elfogadható. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után sikerteremtő coachképzésünk lesz. A coach azt jelenti, hogy ember és élet jobbító. És egészen 9:45-ig fog tartani. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!